A municipálvárosi közterület fenntartó vállalat közegészségügyi kockázat miatt fertőtlenítette a városközpontban, ezen belül a Bartók Béla sétányon található padokat. Magas nyomású forróvizes fertőtlenítéssel tisztították meg azokat, amelyekre kikerült a fertőtlenítve felirat. A padokat gyakran hajléktalanok veszik igénybe. A város vezetése szeptemberben e témában szakemberek bevonásával fórumot tart, amelyen a kérdés megoldásáról egyeztetnek. Hályo Zoltán polgármester a Városok és Falvak Társulásán keresztül magyarországi mintára jogszabálymódosítást is kezdeményezni fog. A nyáron sem csökkent a vér utáni kereslet, ezért továbbra is várják a véradókat a Dunaszerdahelyi Kórház hematológiai és transzfúziós osztályán. Minden vércsoportra és a vérkészítményekre is szükség van. Vérplazmát is lehet adni. A nyári időszakban hetente 30-40 személy adott vért, köztük sok fiatal. Fontos tudni, hogy aki külföldön tartózkodott, 28 napig nem adhat vért, mert vírusos megbetegedés hordozója lehet. A kórház transzfúziós osztályán minden héten kedden és szerdán reggel 7 és délelőtt 11 óra között lehet vért adni, pénteken pedig 7-től 10 óráig. Online is lehet időpontot foglalni. Augusztus 30-án pénteken rendhagyó módon szünetel a véradás. Ősszel már a mobil véradás is újraindul. A jubileumi 10. Kobukrab nyári önvédelmi gyermektábort két turnusban rendezték meg. Összesen több mint 80 résztvevő volt, akik közül néhányan gyermekotthonból érkeztek. Szklut Tibor vezetésével a gyerekeknek modellhelyzetek segítségével azt tanítják, hogy a legfontosabb a megelőzés. Amennyiben mégis megtörténik a támadás, 4-5 szabadulási technikát gyakorolnak. Az új tanévben ismét indul az egész éves önvédelmi képzés, ahol már pisztolyos vagy késes támadás elleni védekezés, valamint támadó technikák is terítékre kerülnek. A tábor nem csak az önvédelemről szól, hanem többek között az egészséges önbizalomra és saját tetteik vállalására is nevelik a gyerekeket. A mobiltelefon használata tilos. A tábor az utolsó napon bankettel zárult.